Kissé szokatlan jellegű darabbal az alkotók elsősorban az objektivitásra törekedtek. Nem szerettek volna vele bárkit is megsérteni, kifigurázni, de még véleményt formálni sem állt szándékukban. A dokumentarista műfajból jön ez az objektivitás, hogy nem próbálunk semmi mellé állni. Fölvázoljuk, hogy ez milyen, őszintén elmeséljük a történeteket, néha még karikatúrákat is csinálunk a meleg társadalomból, de valójában ilyenek vagyunk. Hát mindenki szeret nevetni magán is, meg a másik ember is. Az egész toleranciának ez a lényege, hogy nem kell szeretni, nem kell utálni, tehát nem zavar. Ott van, elfogadom is kész. Velem, vele együtt lélegzek. A darab a regénybeli történetek mellett időszerű adatokat is tartalmaz a mássághoz való viszonyulással kapcsolatban. Betekintést kapunk például arról, hogy a világ különböző országaiban miként vélekednek a homoszexualitásról. Van, ahol maradéktalanul elfogadják, és van, ahol halálbüntetés jár érte. Én azt gondolom, hogy az embert nem lehet halálra ítélni, és tehát életfogytiglantól kezdve minden, ami belefér, csak azért, mert más. Ugyanakkor ezzel a dologgal nem árt senkinek. Ahogy mondja az előadás, hogy miért így akart a természet, nem a mi dolgunk. Sajnos, hogy van ez a társadalom, ezek a bírálatok, ezek az előítéletek. A 2013-as 14-es évadot a színház az aktuális társadalmi témáknak szenteli, és ezek sorában a képarcsú előadás. A következő a Patkányok című darab lesz, amelynek a bemutatója december közepére várható.